Jó napot kívánok mindnyájuknak! Nagy szeretettel köszöntöm kedves közönségünket a Szent István Filharmonikusok nevében. Egy részfúvós együtteseket felvonultató koncertet hallhatnak hamarosan. A fellépő művészek Schwarz Balázs, Komlósi Gábor, Gucz György, Vég Tamás trombitán, Csabai László, Opauszki Gergely, Szokola János, Kun Gábor kürtön, Gáspár Olivér, Boldizsár Zsolt, Király Boldizsár, Hegyi Gábor harsonán, ifjabb Bazsinka József tubán, Olá Norbert pedig ütőhangszereken játszik. Miért lesz érdekes ez a ma esti találkozás? Hallhatunk majd kürt, trombita és harsona kvártetteket, de megszólal majd a csodálatos, bécsi filharmonikusoknak ajánlott fanfár is, a teljes részfúvós együttes előadásában. Műsorunkon többek között Claude Gervais táncai hallhatóak, tehát a francia reneszánsz korig tekintünk vissza, Georg Philipp Telemann, Anton Bruckner és Richard Strauss művek csendülnek fel, de hallgatóinknak a gyertyafénykeringővel és az igen híres El Condor Pasa hangjaival is szeretnénk elvarázsolni. Ez a perui zarzuélán alapuló szöveg a kondor keselyűt, azaz az andoki kondort állítja elénk, mint a szabadság szimbólumát. Az előadók igen sokoldalúak. A Szent István filharmonikusok most fellépő muzsikusai mind a hivatásuknak élnek, tehát zenekarban játszanak, kamarazenélnek, többen szólóznak. Igen sokan családok apák közülük, de van, aki részfúvós hangszert tervez és épít, illetve van, aki zenei rádióban szerkesztő műsorvezető. Koncertünk első részében négy szólamú zenét hallunk. Mondhatnánk csak négy szólam. De ez a négy szólam minden esetben kiegészíti egymást, kerek egészet alkot. Olykor párokban halljuk az egyes szólamokat, néha pedig egy szólista kiemelkedik, a többi pedig kíséri. A harsona kvártettnél, miután ők játszanak a legmélyebben, kitűnően hallhatjuk majd a felhangokat, amelyek gazdagsága összeolvasztja a hangzásképet. Már nem fogjuk tudni külön-külön követni a szólamokat, egy szín lesz már csak érzékelhető. Szóló harsonásunk Gáspár Olivér már 2008-tól tagja együttesünknek. A trombita kvártettekhez ütőhangszerek is társulnak, a dél-amerikai zenéhez a Szent István filharmonikusok művészei még a víz csobogást és a szabad szél zúgását is elénk hozzák. A trombitások pikkoló trombitán, egy hibrid kornetten, szárnykürtön és basszus trombitán is játszanak. A trombita szólam vezetője, Schwarz Balázs, 2005-től tagja zenekarunknak, de 1996-ban a Zuglói Zeneház megnyitó ünnepségén már játszott. A kürt kvártett orosz és amerikai zeneműveket szólaltat majd meg, az egész estéhez örömteli zenehallgatást kívánunk. Thank you.
Thank you.
Tisztelt hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a Szent István filharmonikusok részfúvós kvartettjeit hallották. A rövid átállásban szeretettel meghívom kedves minnyájukat következő hangversenyünkre. Jövő szombaton, február 13-án a Budapest Music Centerben Horváth Gábor vezénylete alatt megszólal Mozart Figaro nyitánya, majd a 207-es köhőjegyzékszámú B-dur hegedűverseny Puskér Júlia hegedű szólójával, ezután Haydn D-dur 101. óra melléknevű szimfóniája. A hangverseny tehát február 13-án este 6 órakor kezdődik, élő stream adásban kapcsolódhatnak be a zenei folyamatba, hívjuk és várjuk Önöket. És most képzeljük el, hogy visszautazhatunk az időben. 1924. február 19. Bécs. Richard Strauss befejezte a Wiener Philharmoniker fanfár komponálását. Den lieben herrlichen Wiener Philharmoniker gewidmet. Az ajánlás a kedves, mennyei, csodálatos bécsi filharmonikusoknak szól. A trombita, kürt, harsona szólamokhoz tuba és üsdob társul. Mai hangversenyünket Richard Strauss fanfárjával zárjuk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.